Művészet története, racionalitás és fényűzés, rokokó művészet és akadémikus művészet a 18. században. Ebben a korban Párizs a művészet nemzetközi városa. Szerte a világról ide sereglenek az érdeklődők, tehetségek, akik foglalkoznak művészettel. Bár a francia festőket Európában a 17. század előtt nem jegyezték. Csak a klasszikus művészet kezdetén a 17. században kezdték értékelni a francia művészeket Európa művészeti világában, és Párizs fokozatosan a művészetek központja lett. A klasszicizmus irányzata figyelembe veszi az ókori görög és római művészetek életszerű formáit. A témát és művészeti stílust a klasszikus hagyományok adják. A klasszicisták pártolják a racionalizmust, és realizmusra, tökéletességre törekszenek a visszafogott harmonikus ábrázolásban. 1648-ban 14. Lajos megalapította a Francia Festészeti és Szobrászati Akadémiát. Ez határozta meg Franciaország hivatalos művészetét, és vezetett az akadémizmushoz. A klasszikus művészet közvetlen tanulmányozására a francia kormány létrehozta a Francia Akadémiát Rómában 1666-ban. A Francia Akadémia az ígéretes diákoknak adományozta a Prix de Rome, római díjat, egy ösztöndíjat a római tanuláshoz 3-5 évig az állam költségén. Bár az akadémikus művészet kezdetben a klasszicizmus hagyományait követte, már az első évtizedekben eltérő stílusok alakultak ki. Nicolas Poussin volt a vezető francia festő a 17. században. Ő volt az első eredeti világklasszis mester a francia festészet történetében. Poussin ideje javarészét Rómában töltötte. Ennek ellenére klasszicista stílusa lett a Francia Akadémia hivatalos stílusa a 17. század nagy részében. A legismertebb Itáliában készült festménye az Árkádiai pásztorok 1637-38-ból. Poussin megtervezte a festmény minden elemét. Az ókori művészet és filozófia inspirálta, az volt a cél, hogy a tartalmat inkább a design teremtse meg a színek helyett. A valódi művész először a kompozíciót látja. Csak utána tűnődik el azon, hogy milyen díszítés is illik hozzá. Csak ez kell, hogy foglalkoztassa a művészt, és nem az, hogy mit nyerhet vele. Georges de la Tour, Poussin kortársa, a francia klasszicista festészet másik úttörője. Őt Caravaggio művei inspirálták, és éjszakai jeleneteiről lett híres, éles kontrasztokkal, fényárnyék hatással. Mitológiai, vallási jelenetekben homályos karaktereket ábrázol, pislákoló gyertyafényben, és ez a láng földön túli légkört, nyugalmat áraszt. Mint gyertyafény festő vált ismerté. Ahogy fejlődött a stílusa, fokozatosan csökkentette, lágyította a formákat, míg nem szinte geometriai alakokat kapott. A forma ilyen egyszerűsége, ötvözve az érzékeny fényjátékkal, a hihetetlen csendérzetét sugallja. A 18. század a felvilágosodás kora. Az emberek kezdték megérteni, megismerni a világot racionális eszközökkel, mint a kísérlet, megfigyelés, a vallási doktrínák helyett.
Hé, hey, gyere, nézd meg ezt! És? Mi az? Ó, ó, barátom! A 18. században a művészet már nem csak az egyház és a nemesek privilégiuma volt. A gyarmatok bővülése felvirágoztatta a kereskedelmet Európában. A felső középosztály, mint a kereskedők, meggazdagodtak. Én saját festményt akarok. A pénz nem probléma. Értem. A gyűjtők új növekvő osztálya igényeinek kielégítésére megalakult a Szalon, a Királyi Akadémia éves kiállítása. Olyan művészet kellett, ami kielégíti a közízlést. A művészet célja a szórakoztatás volt, nem az erkölcsi irányítás. A 18. század elején a francia művészeti színpadon feltűnt a tehetséges festő Jean-Antoine Watteau. Watteau imádta lefesteni a felső 10 000 szerelmi életét. A jelenetek világosak voltak, elegánsak, vonzók, olykor pajkosak. A zarándoklás kütérába 1717-ből Watteau mesterműve és mérföldkő a rokokó stílus fejlődésében. A rokokó kifejezés vélhetőleg a francia rokai szóból, a víz alatti sziklaformációból ered. Ez a gondtalan, dekoratív stílus a barokkból fejlődött ki, ledobva annak drámai komolyságát, hogy kedves képeket mutasson szórakozó emberekről. Watteau munkái voltak a legnépszerűbbek a szalonokban. Sokat dolgozott, annyit festett a piacra, amennyit csak bírt. Watteau világos, vidám képei a henyélő gazdagokról, buja vidéki környezetben az úgynevezett fête galante, élénk elegáns partik. Watteaut különböző betegségek kínozták egész életében. TBC-ben halt meg Franciaországban 1721. július 18-án, 36 éves korában. Bár rövid élete volt, nagy hatással volt a francia művészetre. A 18. században egész Európában virágzott a rokokó. Párizsban a hedonizmus volt divatban, hirdetve, hogy az élvezeteknek kell szentelni az életet. Az érett rokokó stílus jeles képviselője volt François Boucher. Boucher Párizsban született 1703-ban a csipketervező Nicolas Boucher fiaként. Első művészeti leckéit apjától kapta. Mi ez itt? Boucher mindössze 20 évesen megnyerte a római díjat, és elutazott Rómába tanulni. Több mint 4 évig tanult Rómában, és fejlesztette a tudását, de elege lett belőle, és inkább a reneszánsz mesterek műveit tanulmányozta. Michelangelo, túlmodoros és groteszk. Mi? Raffaello, merev és unalmas. Arcátlan kölyök. Caravaggio, totál sötét. Wow, állj! Ne szólj rám! Bouchert csak a 17. századi pastorális stílus érdekelte.
Amikor visszatért Párizsba, rájött, hogy az arisztokratákat a görög és római mitológia szerelmi történetei jobban érdeklik Istennél. Micsoda elegáns buja szobor, olyan, mint te! Boucher ekkor elhatározta, hogy kielégíti ízlésüket. Festményein Mars és Vénusz flörtölését ábrázolta, fürdőző istennőket és heverésző aktokat. Lágy vonásokkal festette a jeleneteket, erotikus aktfiguráit istennői szépséggel ábrázolta. Boucher festményei elbűvölték az arisztokratákat. Ez gyönyörű! Madame de Pompadour hamar felfedezte és értékelte műveit. 15. Lajos szeretőjeként Boucher több portrét készített róla. Madame de Pompadour rajongott a rokokó stílusért, és ő lett Boucher főpártfogója. Kedves Monsieur Boucher, kérem, legyen minél ragyogóbb. Igen, Madame de Pompadour. Boucher tervezett ruhákat és díszeket a luxusban élő hedonista hölgynek. Mintái prototípusok lettek, az udvarban mindenki ezeket akarta utánozni. Boucher 62 éves korára érte el pályája csúcspontját. Ő lett a király első festője és az akadémia igazgatója. Ám mivel az extravagáns udvari élet szószólója lett, idősebb éveiben sok kritikát kapott a demokrácia védelmezőitől. Dagályos szemét! Igaza van. Mikor lesz már vége az ilyen gyalázatos művek pingálásának? Jean-Baptiste Siméon Chardin Boucher kortársa volt, de realista festő, és nem befolyásolta az udvari művészet. Nem érdekelte a felsőbb osztályok henye hedonista életének ábrázolása, ahogy más rokokó művészeket. Inkább csendéleteket festett az átlag párizsiak mindennapi életén. Jean-Honoré Fragonard, aki Boucher-nál és Chardin-nél tanult, szintén ünnepelt rokokó festő volt. Művei még intenzívebben mutatják a hedonizmust. Festményei az arisztokraták frivol viselkedését ábrázolják. Legjellemzőbb műve a Hinta. Watteau fél évszázaddal korábbi örökérvényű balladája komolytalan szerelmi játékká változik Fragonard festményén.
Jean-Antoine Houdon a francia felvilágosodás kiemelkedő szobrásza volt. Voltairről, a filozófusról készült mellszobrai csodás tehetségről tanúskodtak és ismertté tették. Houdon az 1770-es-80-as években egész sorozatot készített hírességekről, köztük Jean-Jacques Rousseau-ról és George Washingtonról. Neoklasszicista stílusa ötvözte a klasszikus elemeket és a rokokó irányzat vonásait. A parlamentáris demokrácia Britanniából származik. Bár az egyedi angol festészeti stílus csak a 18. század után fejlődött ki, William Hogarth volt az első Britanniában született festő, akit külföldön is csodáltak. Művei motívumait a mindennapi élet adta. Többnyire zsánerképeket festett, gúnyolva kora politikai eseményeit, szokásait. Sorozata a Divatos házasság, a felsőbb osztályok házassági szokásainak éles kritikája, és figyelmeztet a pénzért kötött házasságok katasztrófáira. Az előítéletek miatt meglepő, ha a festő megörökít bizonyos témákat, de ha az igazságot akarjuk látni, óvakodjunk a hamis következtetéstől. Hogarthot sokan inkább moralistának tartják, sem mint festőnek. De látjuk, hogy festői karikatúrái milyen nagy hatással voltak a társadalomra. A szatirikus politikai illusztrációkat gyakran Hogarthinak nevezik. Ugyanakkor az akadémikus festészet is hozzájárult az angol művészethez. Joshua Reynolds a késői 18. század egyik legjelentősebb portréfestője Angliában. Ő volt az 1768-ban alapított Királyi Művészeti Akadémia első elnöke. Egy tehetséges festőben több ambíció kell legyen. Nem érheti be azzal, hogy részletes ábrázolással traktálja a nézőt, melyben gyakorlata van, fantáziájával köteles formálni a művészeti ízlést. Reynolds próbálta kialakítani a festészeti stílust. Csodálta az ókori görögöket, Rómát és a reneszánsz aranykorát. Azt hirdette, hogy a művészet feladata, hogy kövesse a klasszikus hagyományokat és ünnepélyesen mutassa be a komoly témákat. A késői 18. század másik nagy angol portréfestője és Reynolds riválisa Thomas Gainsborough. Gainsborough festészeti stílusa, a puha ecsetkezelés, a gazdag színhasználat kevésbé volt klasszikus, mint Reynoldsé. Bár jövedelme portrékból származott, Gainsborough igazi szerelme a tájkép volt. Gainsborough azonban nem igazán jött ki Reynoldszal. Gyakran kerültek szembe egymással. Van is erről egy híres történet. Reynolds épp diákjait okította festészeti technikára. Kéket gyakorlatilag soha ne használjunk világos területen, legfeljebb azért, hogy kiemelje a meleg színeket. Gainsborough-t irritálta Reynolds kijelentése. Badarság! A munkámmal bizonyítom, hogy téved. Ezért megfestette a kékruhás fiút, rengeteg kék színt használva, hogy aláássa Reynolds nevetséges elméletét a festészetről. Gainsborough nyert, a kékruhás fiú híres lett.
Reynolds és Gainsborough voltak akkor legjobb portréfestői, és röviddel Gainsborough halála előtt kibékültek. Munkájuk új irányt adott az angol portréfestészetnek. Az 1760-as években az egykori divatos a rokokó stílus kezdte elveszíteni népszerűségét a közönség körében. A rokokó művészetet ízléstelennek minősítették, a társadalom hanyatlását látták benne. A rokokó és barokk helyére lépett a neoklasszicista stílus. Bár a ragyogó rokokó művészet, mivel nem korlátozható időben és térben, ismét erőre kap, és előrevetíti a szecesszió irányzatát a 19. század végén. És a fennmaradt rokokó alkotások ma is ragyognak és tanúsítják egy pompás korszak divatját. Közreműködött Bardóczy Attila és Habermann Lívia. Magyar szöveg Betlen Katalin. Hangmérnök Rózeman Péter. Gyártásvezető Gyarmati Zsolt. Szinkronrendező Kerényi Kata. A magyar változatot a Da Vinci Média megbízásából a Digital Media Services készítette, produkciós vezető Hegyi Eszter.